Mint ahogy arról híradónkban is beszámoltunk, múlt héten nem volt világítás Makó-Nakosút utcán. Kovács Sándor képviselő sajtótájékoztatóban beszélt a problémáról, amit többször is jelzett a szolgáltató EDFD MÁSZ felé. Szerkesztőségünk a cég kommunikációs csoportját kereste meg az üggyel kapcsolatban, akik múlt hét csütörtökön a késő délutáni órákban küldtek sajtóközleményt. A probléma azóta már megoldódott, de a világítás hiányának okairól a következőképpen számoltak be. Idézem. A közvilágítási hiba bejelentéseket követően az EDFD MÁSZ Partner Kft. Munkatársai minden egyes alkalommal 24 órán belül ellenőrizték az említett közvilágítási szakasz működését. Hibát nem találtak. A közvilágítás a nappali próba ellenőrzés kézzel történő be- és kikapcsolás során rendben üzemelt. Az ismételt hiba bejelentést követően a szerdai napon megtörtént a közvilágítás be- és kikapcsolását vezérlő speciális eszköz cseréje. A helyszíni bejárás alkalmával szerde este munkatársaink nem találtak további hibát. A közvilágítás újra működött a Kossuth utca teljes szakaszán. Köszönjük ügyfeleink türelmét és megértésüket!